Kazinczy Gyöngyvér vagyok, okleveles építészmérnök és épületenergetikai szakértő. A környezet és energia tudatos építészeti stúdiót vezettem, amit 5-6 évvel ezelőtt indítottunk. Mi kifejezetten környezetbarát és energiatakarékos épületeket építünk. Magyarország jelentős része alkalmas arra, hogy vályog téglát készítsünk a földből. Itt telekvásárlás előtt érdemes megvizsgálni azt is, hogy az adott teleknek a talaj minősége alkalmas-e arra, hogy vályog téglát készítsünk. És akkor ugye a legkörnyezetbarátabb, legkevésbé környezetterhelő módja a házépítésnek, hogyha a saját telkünkön felelhető talajból vetünk vályogtéglát, amennyiben vályogtéglából szeretnénk építeni a házunkat. Egy környezet és energiatudatos épületnél nagyon fontos szempont az, hogy ne csak le legyen jól szigetelve az épület, hanem hogy megfelelő hőtároló tömeggel rendelkezzen. Hát régen hagyományosan vályogból vagy akár kőfalazatból épülő házak hatalmas hőtároló kapacitással rendelkeztek, ami elsősorban a nyári hővédelemnél jelentkezett. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy egy ilyen vastag falazatú vályog vagy kőfalú házba bemegyünk nyáron, akkor mennyire hűvös van, egyáltalán nincsen szükség légkondicionálásra. Még a mai házakban, amelyek 38 cm-es vázkerámia falazatokból épülnek, rákerül egy minimális hőszigetelés, igencsak elkél a légkondicionáló berendezés, mert nem tudják biztosítani azt a szükséges nyári hőkomfortot, amit a nagy hőkapacitású épületek. Tehát a vázkerámia falazatok, amik ma a legelterjedtebb falazóanyagok, azoknak az a legnagyobb problémája, hogy nem tudják biztosítani a megfelelő hőtároló tömeget. A nagy hőtároló kapacitásnak pedig nyáron van nagy jelentősége, hogy az épületek nem melegedjenek túl. Ugyanakkor a vázkerámia falazatoknak azért az előállítási energia igénye magas, és hát az újrahasznosításuk az egyáltalán nem lehetséges, mivel nagyon könnyen törnek, szétporlanak, ezért egy bontás során csak egy hulladék kupac marad utánuk, nem tudjuk őket újra beépíteni. Elhelyezésükről, újrahasznosításukról kell gondoskodni.